és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a teremtettel. Szeretettel köszöntelek benneteket Pünkösd ünnepén. Valamilyen szándékkal, valamilyen okból mindannyian egybegyűltünk. Én hiszem, hogy szándékainkat, vágyainkat a Szentlélek ébresztette föl bennünk, hogy itt megéljük, milyen az Isten népébe tartozni, milyen az testvéri közösségben ünnepelni. Egy bűntől megsebzett világban élünk, amihez hozzájárulnak a mi bűneink is, és szenvedünk mások bűneitől is. A Szentlélek, Isten gyógyító szeretete, Isten irgalma, aki képes megújítani lelkünket, életünket. Elcsöndesedve mindazt, ami teher, ami fáj, ami békétlenség, ami elrontottunk és ami nem szeretett, adjuk át Jézusnak, és kérjük, hogy az ő lelke gyógyítson bennünket, hogy megtapasztalhassuk irgalmát. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Yeah.
világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be gyermekeid szívét isteni kegyelmeddel, amelyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által kérünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Pünköstkor ünnepeljük a Szentlélek kiáradását és az egyház születését. Ez a kettő ugyanabban a pillanatban történik. Ezt halljuk most az apostolok cselekedeteiből. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgást támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben, csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói Egyiptomból, a líbiai Cirene vidékről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálom. Sokszor talán bele se gondolunk, hogy milyen nagy ajándék, hogy az egyház közösségében élhetünk. Most adjunk hálát ezért az Úrnak. Thank you.
tagjai vagyunk, és mindegyikünkre szükség van, ugyanúgy, ahogy az embernek minden sejtjére szüksége van a testében. Különfélék vagyunk, de mégis egybe tartozunk, és egymásért vagyunk. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben minden véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis minnyájan egy lélekben, egy testélettünk kereségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje. Istennek tegyen hálát. A lélek megadta, hogy az egyházban minden nyelven beszélünk. Ez a nyelvek csodálatos ajándéka, még cigányul is. Adetsz Munyili. Akure írtat spekátili, írtat ufi.
akurel nuli irtec peccatili nufi irta. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ez szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet! Krisztusban, kedves testvéreim! A pünkös szó azt jelenti, hogy 50. nap, 50. nap a húsvét után. Már az Ószövetségben is ünnep volt, először aratási hálaadó ünnep. A búza learatása után egy hétig ünnepelték azt, hogy az Isten földet, országot adott, és az Isten megáldotta az emberi munkát, és megadta, hogy megteremjen a kenyérnek való. És ilyenkor különösen is gondoltak azokra, akiknek nem volt, és a termésük elejét, a zsengéjét megosztották velük. Később az ünnep még gazdagabb lett, hozzájött, hogy ekkor ünnepelték a törvényadás is. Azt, amikor a Sínai hegyen Isten Mózesnek adja az élet törvényét. Mert az Isten úgy szereti népét, hogy gondoskodik róla, hogy életlehetőséget, élethez kenyeret ad, és segíti abban, hogy eligazodjunk ebben a világban. A jó és a rossz tudása, amit az ember elvétett az elején, azt hitte, hogy önmagához kell viszonyítani mindent, a törvényben újra megjelenik, mint az Isten ajándéka. Hogy az életünk emberi ajándék legyen, Isten ajándékaként emberi élet legyen, ehhez az Isten törvényét, a szeretet törvényét kell követnünk. Az Ószövetség ki is mondja, hogy azért van a törvény, hogy élj. Az Új Szövetségben, ahogy hallottuk, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepeljük. Ez a kettő egyszerre történik. Az egyház az első pillanatától fogva katolikus, vagyis egyetemes. Minden népnek, minden nyelvnek, minden kultúrának helye van benne. Mert az Isten mindenkit szeret, mindenkit gyermekeként szeret. És azt akarja, hogy az ő gyermekei is szeressék egymást, és testvéri közösségben éljünk. A Szentlélek betölti az embert, bár a Szentírás nem pünköstkor beszél erről először. A teremtés történetben már az van, hogy Isten megalkotja az embert a föld porából, és orrába leheli az élet leheletét. Az Isten ajándéka
az éltető lélek, az Isten szeretete az éltető lélek. Jelen van folyamatosan bennünk, jelen van folyamatosan ebben a bűntől megsebzett világban, de nem mindig engedjük szóhoz jutni, nem mindig figyelünk rá. Az önzésünk, a bűneink sokszor elhomályosítják ezt a jelenlétet, ő pedig tud diszkréten várni, amíg alkalmasak leszünk arra, hogy befogadjuk őt újra. Sámuel próféta azt mondja Saulnak, kisfiának, aki a szamarait keresi, de Sámuel királlyá keni, hogy a következő városban találkozol néhány prófétával, és te is elragadtatásba esel, téged is betölt a lélek, és utána más emberként mész tovább. Más emberként mész tovább, hogyha betölt az Isten lelke, ha rádöbbensz arra, hogy ő jelen van benned, bennünk. Így van ez Jézussal is, amikor eljön Názáretből, és Jánossal a Jordánnál megkeresztelteti magát. A keresztség után, amikor imádkozik, megnyílik az ég, az Isten lelke leszáll rá és rajta marad, és elhangzik a kijelentés, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És itt olyan szót használ a Szentírás, ami azt jelenti, hogy mindennek ellenére való szeretet. Bármi történik, te az én szeretett fiam vagy. És ez nagyon fontos, ez az emberi életünknek is az alapja. Jézus ettől kezdve megy az emberekhez, és ezt az agapét, ezt az isteni szeretetet próbálja továbbadni, megismertetni a tanításával, a tetteivel, a szenvedésével, a halálával és a föltámadásával is. Hallottuk, hogy a tanítványok bezárkózva vannak, félnek, imádkoznak, és aztán amikor megtapasztalják a lélek jelenlétét, akkor más emberként mennek tovább. Akkor kimennek az utcára, akkor tanúságot tesznek mindarról, amit Jézussal megéltek, akkor észreveszik maguk körül a szenvedőket, és azzal a szeretettel, amit Jézustól tanultak, megpróbálnak segíteni. Azzal az irgalommal, amit a saját életükben megtapasztaltak, megpróbálnak másokhoz is irgalmasak lenni. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És ez nem csak azoknak a tanítványoknak szólt, hanem itt és most nekünk is. Ha egy kicsit is megtapasztaljuk a lélek jelenlétét, akkor más emberként megyünk tovább. Erről tanúságot tehetek a saját életemben is, mert az Isten megszabadított a szenvedélybetegségtől, a dohányzástól, és más emberként tudtam tovább menni, talán megértőbb tudok lenni azokhoz, akik hasonlóképpen szenvednek. És így van ez akkor is, amikor megtapasztaltam Isten megbocsátó irgalmát magam és mások életében. Mindig közelebb kerültem az irgalomhoz, egyre inkább alakította az én életemet is. Mindegy, hogy milyen nyelven beszélünk, mindegy, hogy milyen színű a bőrünk, milyen a kultúránk, Isten szeretett gyermekei vagyunk. És azért helyezett bennünket éppen abba a családba, ahol vagyunk,
abba a közösségbe, azért vagyunk itt, hogy hirdessük az ő nagy tetteit. Mindenki számára érthető nyelv, a szeretetnek a nyelve, ami a legfőbb küldetésünk. Olvastam egy aranyos hasonlatot valahol, hogy egy darab kábel, drót az önmagában nem jelent semmit, nem olyan nagy érték. De hogyha bedugjuk egy konnektorba, és csatlakoztatjuk ezáltal az erőműhöz, akkor megtelik feszültséggel, és ezt képes továbbadni, attól függően, hogy mit kapcsolunk a másik végére, világosságot ad, meleget vagy hideget, gépeket hajt, és így tovább. Valami ilyen az, ami velünk is újra és újra történhet, hogy amikor elfogy a szeretetünk, akkor rácsatlakozhatunk a Szentlélekre, az Istenre, aki újra betölt bennünket, és újra képessé tesz arra, hogy testvéreink szolgálatára legyünk. Újra képessé tesz arra, hogy bármilyen kicsiben is nagyon sokféle módon a szeretetet tettekre váltsuk. Vagy pedig legalább megértők legyünk a másik felé. A lélek ugyanaz mindegyikünkben, és a lélek mindegyikünk által ajándékozza szeretetét. És a szeretet nagyon sokféleképpen jelenik meg, és ez az igazi nagy ajándék, erre van igazán szükségünk. Csatlakozzunk rá itt és most, csatlakozzunk rá naponta az Isten szeretetére, az imádságban, a Szentírás szavában, a csendben, az emberi kapcsolatokban. És akkor ez a szeretet alakítja az életünket. Csak egy példát szeretnék mondani erre az alakulásra. Nagymamám, aki árva gyerekként nőtt föl, aztán férhez mentve 3 gyereket nevelt, majd a II. Világháborúban földönfutó nincstelen menekülté lettek, több mint egy évig, aztán új országban újra kellett kezdeni mindent. Férje meghalt viszonylag korán, rámaradt a család terhe. De nem csak a gyerekeit nevelte, hanem 7 unokáját is. Aztán megbetegedett, rákos lett, kemoterápiát kapott. A kemoterápiás kezelés után én vittem haza, és alig hazaértünk, leültünk egy kicsit, valaki kiabált kint, hogy be akar jönni, egy batyus cigányasszony állt a kapuba. Éppen készültem, hogy elküldöm, amikor a mama azt mondta, hogy hív be. Behívta, az asszony örömmel jött és kezdte volna kipakolni az eladni való holmiait, de mama azt mondta neki, hogy ne rakjon ki semmit. Én beteg vagyok, nekem nincs szükségem már semmire. De maga reggel óta talponban cipeli a batyuját, üljön le, pihenjen egy kicsit, töltök egy pohár bort, igya meg. És így is történt. A rákos, súlyos beteg asszony észrevette a másik fáradtságát, és megpróbált egy kicsit enyhíteni rajta. Elköszönéskor a cigányasszony megsimogatta, és azt mondta, mama maga nagyon finom asszony. Én kívánom, hogy a pünkös tegyen benneteket ilyen finommá. Amen.
Isten szeretett gyermekei vagyunk, kerességünk ennek a szentsége és ajándéka. Most újítsuk meg hitvallásként kerességi fogadásunkat. Kérdezlek benneteket, ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek? Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn soha se uralkodjék rajtatok? Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiával, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de föltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. Az Atya Isten Krisztus által gyűjtötte egybe egyházát. Kérjük őt most együtt örvendező lélekkel. Atyánk, te a keresztség által a Szentlélekben egyesíteni kívánsz minden ember, aki a keresztény neved viseli, add, hogy a sok hívő minden egy szív, egy lélek legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Azt akartad, hogy a Szentlélek betöltse a földkereséget, segíts, hogy minden ember igazságban és békében építse a világot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, világosíts meg minden ember szent lelked fényével, és üzd el a sötét felhőket korunk egéről, hogy a gyűlölet helyébe szeretet, a fájdalom helyébe öröm, a háború helyében az óhajtott béke lépjen. Kérünk téged, hallgass meg minket! Te a lélek által újítasz meg mindent, gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorkodókat, és add meg minden embernek az üdvösséget. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent lelked által életre és dicsőségre vezeted az embereket, add, hogy a mennyei hazába általa élvezék a megoldott a szeretetet, a szeretet boldogságát, az örök életet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, küldd el szent lelkedet, hogy hűséges tanúiddá tegyen minket, Krisztus, a mi Urunk által. Most ünnepeljünk együtt, ahogy Jézus az utolsó vacsorán, a kenyérrel és borral, felajánlásra énekeljük, jó Atyám, imádlak. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a Szentlélek ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minket minden igazságra, amint Szent Fiad megígérte, ki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelkedet azoknak, amiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünköstkor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm kiárad a földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik. Ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálaimát mondott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatát.
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Szeretett atyánk, megemlékezünk arról, hogy Jézus, a világ üdvözítője, meghalt és föltámadt, és önmagát a kezünkbe adta, hogy áldozatul bemutassuk neked, és általa eljussunk hozzá. Hallgass meg minket, Urunk Istenünk! Ajándékos szent lelkedet mindazoknak, akik most a te lakomádon részt vesznek, hogy mindnyájunk szíve egy legyen az egyházban, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, a többi püspökkel és mindazokkal együtt, akik népedet szolgálják. Ne feledkezzél meg azokról, akiket szeretünk, és azokról sem, akiket nem szerettünk eléggé. Emlékezzél meg azokról is, akik te hozzád tartoztak, amikor elköltöztek ebből a világból, és jóságosan nyisd meg nekik házadat. Kérünk, hogy egykor gyűjtsedj be minket is magadnál, a boldogságos Szűz Máriával, égédesanyánkkal, hogy örökké ünnepelhessünk országodban. Akkor majd a mi Urunk Jézus Krisztus minden barátja vég nélkül énekel neked. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, a nekünk adott Szentlélek által. Isten szeretett gyermekeiként bizalommal imádkozhatunk, ahogy Urunk és testvérünk Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te elküldted szent lelkedet, hogy egyházadban minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérünk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg népedet szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki össz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert Jézus meghívott, és vendégek lehetünk asztalánál. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
házadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk az Isten gyermeki életet, Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem testvérek, hogy most a mise után fölmegyünk, akinek kedve, ideje, szíve vágya a fájdalmas szoborhoz, és ott elénekeljük a litániát, kérve betegeink, szenvedélybetegeink gyógyulását, szabadulását. Az Úr legyen veletek! És a veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, és őrizzen meg szeretetében az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Akik jönnek, itt sorakozzunk fel. Közben énekel.